Még nincs is igazán olyan idő, hogy kellemes legyen hosszabban a tópartján üldögélni, és lesni van-e kapás. Ráadásul horgászati tilalom is van a neves rablóharakra is, így hát csendes a Wienerberger tó környéke, melyet 4 éve kapott kezelésben a Bátaszéki Horgász Egyesület. A civil szervezet tagjai az elmúlt években a jó gazda gondosságával kezelték a vizet és környezetét. Én úgy érzem, próbáltuk itt a környezetét rendezni, most ha körülnézünk, ugye padok, asztalokat raktunk le, fákat ültettünk, több száz facsemetét ültettünk el a tópartjára, illetve fönt itt a felső zőrbódénál csináltunk egy ilyen 60 négyzetméteres fedett, ilyen úgymond közösségi teret, ahol ilyen rendezvényeket, egyebeket meg tudunk tartani, illetve úgy azt észleltük, hogy rengetegen ilyen kirándulási szándékkal is kijönnek, itt ilyen kis uzsonnákat tartanak, főzőcskéznek, úgyhogy tavaly még főzőhelyet is csináltunk, ilyen fedett főzőhelyet, aminek ugye a kialakítása majd az idejében lesz végleges, amikor egy ilyen falazott főzőhelyeket fogunk kialakítani, 2, és akkor tényleg azt mondom, hogy komplett lesz ez a úgymond kirándulási központ is. A kiránduló központ kialakításának terve az önkormányzat fiókjában is ott lapul, mint hosszú távú elképzelés. A civil szervezet anyagi áldozatokat is hozott a halállomány felfejlesztésére. Amikor átvettük, akkor nem csináltunk egy ilyen szelektáló halászatot, mert ugye egy erdély bányatóról van szó, és hát ilyen 15-16 méteres mélységek is vannak benne, tehát nem úgy indultunk, hogy elkezdtük telepíteni 17-ben a tavat, és ugye van egy ilyen beíró füzetes nyilvántartásunk, ahol a horgászok beírják a napi fogásokat, ugye, és ezeket ugye havonta értékeljük, és ennek függvényében mennek vissza a telepítések, tehát főleg ugye az a magyar horgásztársadalom pontcentrikus, tehát főleg ponty kerül a vízbe, illetve a ragadozó halak részéről a csukát telepítjük folyamatosan, illetve fehér halból keszeget telepítünk, tehát ezt tudjuk, hogy ezek vannak a vízbe, amik az elején voltak, azért volt benne rengeteg ilyen apró kárász, ezek eltűntek a vízből, valószínű, hogy a csukatelepítések ezt megoldották, hogy ezek a nem növő, úgymond porcskárászok eltűntek a vízből, illetve az elején még volt benne törpe arcsát is fogtak hébe-hóba, de tavaly én nem hallottam, hogy most valaki is fogott volna többet, vagy egyet is. A tavalyi év rekordja egy 5 kiló körüli csuka volt, de számos nagy ponty is horogra akadt. Az a rend, mondja Péter Géza, hogy a nagy súlyú pontyokat visszaengedik a horgászok, hogy a szaporulatot fent tudjuk tartani. Hát ez lesz a harmadik teljes év, amikor üzemeltetjük, illetve horgászati célra hasznosítjuk a Wienerberger ványatavat. Tehát összességében ilyen 120-130 mázsa hal, ami belekerült eddig a tóba, mert ezt úgy számoljuk, hogy a kifogott mennyiséget, ugye azt látjuk, tavaly is ilyen 30-31 mázsa kifogott hal mennyiség volt a tóból, és ha mindent összeveszünk, az egyéb halakat, csuka, ponty telepítéseket, akkor ilyen 50 mázsa körül volt a telepítés. Tehát folyamatosan figyeljük, tehát ne jöjjön ez, hogy most papíron sincs benne mondjuk nemes hal. Tehát mindig a telepítéseket is úgy időzítjük. Tavaly is 6 alkalommal telepítettünk pontyot. Ugye segítségre volt tavaly volt ez az intervenciós telepítés, ugye pályázati úton még nyertünk egy 5 mázsás telepítést itt az őszi időszakban, úgyhogy a tavalyi időszakú pontból is ilyen 30 mázsát telepített, több mint 30 mázsát telepítettünk a vízbe. A Horgász Egyesület Bátaszék legnagyobb civil szervezete, de sokan vannak, akik nem ide, hanem más horgászvizekre váltanak engedélyt. A 90-es évek előtt 750 fő volt a legnagyobb létszám. Most jelen pillanatban, ugye most az egész országban ugye megduplázódott ugye a horgászok száma, amióta ugye mindenhol megkövetik az állami jegyet, illetve a tagsági szövetségét. Most jelen pillanatban 694 fő volt tavaly az egyesület létszáma, és ebből 80 gyerek. Tehát maga a felnőtt létszám 610 fő volt. Tehát tényleg, ahogy mondtad, a város legnagyobb működő egyesülete jelen pillanatban a Horgász Egyesület. A bányatóra ilyen 100
50 darab területi engedélyt adtunk ki tavaly is, hanem inkább ugye, mert mindenhol, tehát ami voltak ezek a úgynevezett bértavak, ugye ott is most megkövetelik az állami jegyet, tehát mindenféleképpen kell nekik az állami jegy, és anélkül nem tud elmenni horgászni. Az egyesület vezetése most azon dolgozik, hogy a bátai főcsatornára is meglegyen a horgászati jog, ami alapján a kifogott nemes halakat is eldíhetik majd a horgászok.